Plakát is jelzi a NAV ügyfélszolgálat elérhetőségét Tiszavasváriban. Az adóhatóság ezentúl a kormányablakban várja ügyfeleit. Már az első napon népszerű volt a NAV ablak, 15-en vették igénybe az új szolgáltatást. Összesen 89 ügytípusban kérhetik a hatóság szakembereinek segítségét, ilyen például az adókártyaigénylés, a különböző változásba jelentő adatlapok kitöltése, valamint a személyi jövedelemadóval kapcsolatos teendők ellátása. 2018 elejére várhatóan még további három megyei helyszínen várható megjelenés. Nagykáló, Ébrány, illetve Záhony településeken várható előzetesen. Itt még az előkészületek, egyeztetések folynak, de úgy gondolom, hogy a kormány határozatban megfogalmazott határidőre meg fogjuk tudni valósítani ezeket a helyszíneket is, mint megjelenést. 2018 végére a tervek szerint országos szinten összesen 91 helyszínen működik majd NAV ügyfélszolgálat a kormányablakokban. Itt Tiszavasváriban hetente háromszor, 4 órában várják az ügyfeleket. Korábban az adóhatóság kirendeltsége működött a településen heti 3 órában. A tiszavasvári járás 2 kormányablakában hetente 1000 ügyfél is megfordul. A NAV ablak megjelenésével arra számítanak, még több állampolgár intézi majd itt az ügyeit. Tiszavasvári járásban mindig első helyen jártunk a különböző fejlesztések terén, hisz Tiszalökön és Tiszavasváriban is a kormányablak az első körben valósult meg. Most a mostani vonatkozásban pedig az, hogy ugye NAV-os ügyintézés a kormányablakban szintén első körös, hisz az ország 12 kormányablaka közül mi vagyunk az egyik, aminek nagyon örülünk. A kormányablakok kialakítása évekkel ezelőtt elindult, közölte a térség országgyűlési képviselője. Vinnai Győző hozzátette, ezzel a bürokrácia csökkentés és a gyors ügyintézés minden állampolgár számára elérhetővé vált. A kormányablak rendszert azért vezette be a kormány, amikor létrejöttek a kormányhivatalok, az első olyan nagy program volt, hogy egy helyen minél több ügyet lehessen intézni, akkor 29 ügykörrel indult, és most néhány év eltelte után 1575 ügykörben lehet konkrétan elintézni ügyet a kormányablakba. Én azt hiszem, hogy ez nagy siker, mert egy integrált kormányablakban sok mindent el lehet intézni, közelebb kerültünk az embereket, ügyfélkapurendszert lehet kialakítani, tehát interneten is lehet elintézni ügyeket, de az emberek egy része azért mondjuk meg őszintén a személyes ügyintézésben bízik. Pest megye után Szabolcs-Szatmár-Berekben működik a legtöbb kormányablak hazánkban. Minden járásban és több településen is, összesen 21 helyen érhetik el a szolgáltatást az állampolgárok. Az intézmények kialakításánál fontos volt az egységes arculat és a teljes körű akadálymentesítés, így mozgás, hallás és látás károsultak egyaránt könnyen intézhetik ügyeiket.